Az aerobiktól az atlétikán, a tornán, a triatlonon, az úszáson és a labdarúgáson át a vízilabdáig a PSN ZRT sportiskola valamennyi szakosztálya bemutatkozott hétvégén a Lauber Dezső sportcsarnokban. A sportág választás előtt álló gyerekeknek rendezett eseményen dedikált képeket is osztottak a tokiói olimpiáról és paralimpiáról sikeresen hazatért versenyzők, akik azt is elárulták, hogy kacsingattak-e valaha más sportágak felé. Bicsák Bence pécsi triatlonos minden idők legjobb magyar olimpiai szereplésével hetedik lett a férfi egyéni versenyben a tokiói olimpián. Hú, egyáltalán nem volt egyértelmű, de nem is gondolkoztam ezen sokat. Én így csak így belecsöppentem a triatlonba, és így bennmaradtam. Én nagyon-nagyon szerettem mozogni, és kiskoromban nem voltak ilyen álmaim, hogy én profi sportoló legyek majd egyszer. Én minden nagyon szerettem mozogni, tényleg focizni, kosarazni, úszni, biciklizni, a világon mindent, pingpongozni, de valahogy a triatlon volt az, ami úgy, hogy mondjam, ott lehetett eleget mozogni, szóval ott sose volt olyan, hogy túl sokat mozogsz, fiam, és akkor lehetett nyomni, és nekem ez az, ami miatt megmaradt szerintem. Hát én nagyon-nagyon szívesen focizgatnék itt egyet a többiekkel, csak le vagyok tiltva most még a térdem miatt, úgyhogy majd jövőre. Hát most volt egy kis pihenőm, próbáltam mentálisan, fizikálisan is pihenni egy kicsit, de igazából ez az egész őszi időszakot, én ezt úgy tervezem, hogy egy kicsit így más legyen, egy kicsit ne a berögzült dolgokat folytassam, hanem egy kis változatossággal csináljam a dolgokat, és remélem, hogy még sikerül töltődni egész évbe is, és ez most igazából a cél. Konkoly Zsófia fantasztikus eredményeket ért el Tokióban a paralimpián. Az S9-es besorolású úszó paralimpiai csúccsal lett aranyérmes, de emellett még két ezüstérmet szerzett, valamint egy ötödik, egy hatodik és egy kilencedik helyezést ért el, és ezzel ő volt a legeredményesebb magyar versenyző. Hát nekem még mellette volt egy tenisz, de egyértelműen az úszás lett, úgyhogy örülök neki, hogy ez így is lett. Csak az úszás. Maradok hülye a vízhez. Maximum még a szinkronúszás, de hát azonban meg nem hiszem, hogy jól lennék. A kézilabdára már hívtak, azt még talán kipróbálom, azon kívül meg inkább várom majd a vendégeket. Az Európa-bajnoki ezüst- és bronzérmes paraúszó Iván Bence két versenyszámban indult Tokióban. 200 vegyesen épp hogy csak lecsúszott a döntőről. Ő egy egészen más sportággal kezdte. Először én kosárlabdázóként kezdtem, 6 évet kosaráztam az általános iskolába, aztán egy ilyen kosárlabda mérkőzésre jöttek oda hozzám, hogy lenne kedvem úszni. Hát mondtam, hogy talán. Aztán végül is itt ragadtam az úszodába, szóval így kezdődött az én úszó karrierem. Hát mindenképp még megyek egy kört majd, foci, kézilabda, kosár, ha van esetleg, akkor ezt kipróbáljuk. Minden gyereknek azt tudom mondani, hogy jöjjön el és próbálja ki, aztán válaszol, amit olyan sportát, amit szeret magának. Nem először és várhatóan nem utoljára jöttünk így össze a Lauber Dezső sportcsarnok parkettáján. A cél az, hogy egyszerre, egy napon, egy helyen megpróbáljuk megmutatni az összes szakosztályunkat, az összes olyan sportágat, ahol sportolhatnak a pécsi fiatalok. Nyilván van, amit ki is tudnak itt próbálni, van, amit csak képeken vagy éppen videófelvételeken tudunk megmutatni, vízes sportágakat, jeges sportágakat. Természetesen majd ezen sportágak számára is kerítünk alkalmat, amikor gyakorlatban is meg tudják mutatni magukat. Az az igazi cél, hogy a gyerekek találjanak maguk olyan sportágat, amiben belepróbálhatnak, belekóstolhatnak, beleszerethetnek, és ami elkísérheti őket egy egész életen át. A vízes sportágakat október 9-én szombaton a hullámfürdőben próbálhatják majd ki a gyerekek, de a városi műjégpályán is lesz sportágválasztó valamikor a tél folyamán.